Hát az öreg mesterimtől tanultam, hogy ezt így kell befűzni, és akkor nincsen görcs a cérnán, vagy a fonalonna. Ezt most nem azért, de nem mindenki tudta megcsinálni, mert az ilyen valahogy ő ezt kitanálta magának, és ezt mikor szépen ráhoztuk, hogy ez görcs nélküli, és ezt szépen akkor ment át. A cipészmesterség a 20. század közepéig az egyik leggyakoribb, legkedveltebb szakma volt Magyarországon. Minden településen dolgozott legalább egy, de inkább több mester, akik hazai anyagokból, például a méltán híres hazai nyersbőrből, a saját maguk sodorta cérnával, a saját maguk faragta faszegekkel készítették a lábbeliket. Földesi Gyula, ma is aktív cipészmester, 1967 óta dolgozik Püspökladányban. A közelmúltban műhelyében fogadta stábunkat, hogy beavasson minket e szép szakma rejtelmeibe. Hát amikor még én ezt elkezdtem, akkor még új cipőket gyártottunk, így nem volt, az 67-ben volt. Itt Püspökladányban tanultam, Debrecen volt az ipari iskolánk, de itt Püspökladányban tanultak a szakmát. Itt volt egy nagy KTS, akkor még itt a Lordok háza helyén, és ott tanultam ki, azóta itt vagyok tulajdonképpen. Hát közben katona voltam, most nem voltam itt, az egy más dolog, de én 67 óta itt dolgozom. Ez már nem szokma, amit most csinálok. Ez csak ilyen barkás munkák jóformán, őszintén szólva. Én nekem tetszett, hogy új cipőket csináltunk. Az volt a szépség ebbe a szakmába, hogyha mikor egy lábra csináltunk új cipőket, és jó volt, az szép volt. Az volt a szakma szépsége. Ma már, amikor megszámlálhatatlan lehetőség közül választhatunk, nehéz elképzelni, hogyan zajlott egy lábbeli megrendelése a cipésznél. Bejött egy vendég, és akkor levettük a lábráról a méretet, megbeszéltük milyen anyagból, milyen fazonból, volt egy csomó fazonunk akkor, fényképről is, meg azt akkor mutatták, hogy hát melyik számú kell, meg milyen fazon kell, hát akkor ez így működött. És akkor, hát, mit tudom, két hét megcsináltunk egy pár cipőt. Egy csizmát például 3 hét alatt tudtunk megcsinálni. Akkor csináltunk csizmákat is, meg csináltunk ilyen sícbakkancsokat is, még akkor ez a gojzelvarrással. Ugye ez már most nem mond semmit se, ez a mai szemléletű, a gojzelvarrás, az egy szép varrás volt. 3 szállal vartuk a talpat, az is szép volt. Gojzel cipőt, hát ugye még a szülők, őszülők még biztos tudják, hogy ez a gojzelvarrás, azokat csinálgattuk. Meg a szeges cipőket, hát a bőrrel dolgoztunk, nem ilyen műanyagokkal. Gyula bácsi 1969 óta dolgozik Rákóczi utcai műhelyében. Ma már javarészt kisebb javítási munkákat vállal, hiszen, mint mondja, a világ sokat változott az elmúlt évtizedekben, ezekhez a változásokhoz pedig alkalmazkodni kell. 69-ben jöttünk ide által. Hát amikor még átjöttünk, akkor még voltunk itt vagy 20-on. Akkor hát egy nagy műhelyünk volt, itt volt a válló, de utána az öregek elmentek nyugdíjba, a fiatalok itt hagyták, tulajdonképpen csak én maradtam. Voltunk itt akkor még vagy 5 fiatalok, de az mindenki itt hagyta. Hát jobb lehetőségek voltak. Hát én szerettem valahogy ezt a szakmát, kitartottam. Csak azért volt ebben is nehézség, mert ezek a román cipők bejöttek, meg ezek a... Hát úgymond ez a mai kínai cipők, ezeket már... Ide többet mondok én is a vendégnek, hogy nem érdemes megcsinálni, nem tudom megcsinálni, mert nincs értelme. Mert ugye ebből a műbőrből, meg a vegyi anyagokból csinálnak cipőket, ez nem is stabil valami. Ezt nem lehet javítani. Én őszintén szóval már ugye meglátom, amikor hozzák a munkát, hogy ezt úgy tudom elvállalni, hogy érdemes csinálnom, mert a vendéget csak akarom át, ez olyan, hogy hát megcsinálom azt, hogy hét múlva eldobja. Inkább van olyan cipő, amit megmondom, hogy hát ezt nem érdemes megcsinálni, mert sajnos ez nincs értelme a munkámnak. De azért látom, hogy mit lehet megcsinálni, meg mit lehet normálisan csinálni, hogy tartósra. Még hát ragaszkodnak a vendégek is ragaszkodnak hozzá, mert vannak azért komolyabb cipők is, nem csak ezek a 1500 pontos cipők, hanem azért csak vannak itt azért komolyabb cipők is, amit javítani kell. Ez egy kis bőrcsizma, le volt válva a talpa, de úgy tudom elvállalni, hogy megragasztottam és kőbevarom kézzel. Mondjuk ez hát ez egy időtöltő munka, de így merem vállalni a garanciát rá, hogy bírni fogja. Mert csak fölragasztom, hiába van nekem is 5-6 fajta ragasztom, nem tudjuk már megragasztani. Ezt vulkanizálják a gyárba, rávulkanizálják, az kész. Ha bírja, bírja, ha nem bírja, nem bírja. De így, hogyha én megragasztom, még megvarom, így biztos, hogy jó lesz. A cipészmester elmondta, ez a szakma ma már eltűnőben van. A mestereket felváltották a gépek, a lábbeliket silányabb minőségű alapanyagokból gyártják. A cipő, mint olyan, eldobható termék lett. Csak valaki csináljon a
Még van, akinek meg is éri, még beteglábúaknak, hát ortopéd, hát ortopédián is voltam Debrecenben, annak idején úgy megcsinálgattuk úgyis kész. Most már beteszi a gépbe, megmutatja, hogy hol beteg a lába, és utána az már könnyű csinálni utána. Hát én már, megmondom őszintén, már most nem igen vállalnák. Meg tudná csinálni csizmát és cipőt is, mert csak olyan áron már, ami most bőrt lehetne szerezni, meg honnan, meg milyen minőségű, mert ugye nem úgy van, most bemegyek a boltba, akkor vállalok le az anyagot, mert most már, ha megrendelne valahonnan az anyagot, az olyat küld, amilyet a bőr nem csinálna lehet. Például. Nehéz. Ugye akkor csak volt Magyarországon háncipő, vagy a bőrgyár volt, hát rengeteg bőrgyár volt a minőségének, még mindig megvannak a mintáim, ugye, mert komoly bőrgyárak voltak, még komoly áruk voltak. Csak nekem nosztalgiából is megvannak ezek a bőripari címek, melyik, vagy bőrgyárnak a címjei, hogy hol voltak bőrgyárak, ugye, hát, meg milyen minőségűek voltak, hát. Annak ilyen sok, hát sokat rendeltem, sőt, még most is itt vannak az anyagok sajnos a nyakamon, de hogy most milyen minő, vagy mikor lesz majd felhasználva, azt már nem tudom. Hát amikor női cipőket csináltam, meg a csizmákat valamikor ilyen anyagból csináltuk. Ez egy minőség. Hát ezek már most itt maradtak, nem bánt. Biztos lenne rá szükség valakinek, de hát a felső részeket, a csizmákat meg ilyenekből csináltuk. Ugye ez mind ilyen minőségi anyag, ezek. Ebből szabtuk kifele, hát. Nekem is volt, sok tanulom volt, senki nem csinálja, már azt tanulok. Egy fiatal srác sokáig csinálta, de ő is meglátta, hogy a pénzletőség nem ebben van, a megélhetés lehetőség, ebben sajnos, ebben nem. Nagyon sok kis forintból jön össze a kis megélhetés lehetőség itten azért. Még drága az anyag, nehéz az anyagbeszerzés is. Az az igazság, úgyhogy én nem is tudok, hogy itt a környékén csinálnál valaki. Akik osztálytársaim voltak Debrecenben, hát sajnos vagy meghaltak, ők is vagy abba hagyták már régen, mert más irányba mentek. Én nem azt mondom, hogy meg lehetett élni belőle, de már most nagyon nehéz. Ugye valamikor cipőgyártás volt, amikor a felső részt megcsináltuk, és ugye nem ragasztóval tettük fel a felső részt, hanem hát így húztuk fel a felső részeket, ahol kapta a fára tulajdonképpen, csak ilyen mintának van, hogy megvolt a felső rész, és akkor, hogy fazonoztuk, akkor ez úgy működött, hogy hát úgy működött a fazfogóval, szépen ezt ide felhúztuk, és úgy adta meg a fazont a felső részre, kapta a fának a... Ezért hát így csinálgattuk. Szép. Ez így hallott. Csak ez mind ilyen kézi munka, de ez hatodalmas munka. Utána, hogy ez a talbér, volt a bőrtalbér is, azt még úgy szintén fonallal voltuk körbe, nem ragasztottuk meg, mit tudom, hogy hát majd. Ez biztos nem ment széllyel. Utána tettünk rá a bőrtalpat. Hát ezek így működtek, ilyen, hát mint csináltam én sok mindent, de hát ezek már csak itt maradtak rajtam. Nem rajtam, minta is volt. Hát még voltak ilyen igazi bőrtalpak, ezek voltak az igazi klubpontalpak. Hogyha megcsináljuk a cipőtalpat, ez biztos, hogy kibírta. Ez nem esetlő, mert faszéggel ezt ráraktuk ide. Úgyhogy ez így komoly munkák voltak ezek. Egy bőrcsizma fazonozása sámfával történt, a talprészt pedig faszeggel rögzítették a mesterek. Egy bőrcsizmát például ilyen bőrcsináltunk. Hát csak ugye hát kiszadtuk, aztán ez ment a... Hát a csizmának a sámfája meg olyan, hogy a szárat úgy tudtuk megcsinálni, hogy erre vannak ilyen olyan sámfáink, és ugye ezek vannak benne, és ehhez fazonoztuk ki valamikor. Hát többféle méretben persze, hogy... Hát ez... Ezek így működtek valamikor. Ez volt a csizmának a fazonozója. Ez nem a kaptafa, hanem a sámfa.
Igen. Hát persze, ugye ezt kézzel voltuk össze, utána ez volt az arancsiríz, amivel bekentjük a szálat, meg a bélést, azt merevítette ki. Meg hát utána ezt hagytuk egy hétig, hogy hát megadja a fazont neki. Ha rogyos szálló volt, akkor szépen berogyasztottuk. Akkor helyet húztuk, és akkor szépen így meghagytuk neki a fazont. És ugye a bőr azok szépen, hogy befazonozódott oda. És akkor úgy megállt szép izére, hogy rogyos szálló csizmali. Hát ugye ez különböző munkák voltak akkor, de ez egy csizmát, ez munka kellett hozzá, meg kész. Tettünk egy kaptafát, és akkor jól így lábszíjunk, úgy mondtuk. Na most nem teszek bele a kaptafát, mert felesleges. És akkor így faszeggel szépen végigszegeltük a csizmát. És ez bírta. Volt ilyen szegzővárunk, kiukasztottam. Ez így főzzel kéne készülni, hogy hát ez bírja. És akkor ez a faszeggel, ezzel még itt körbeszegeltük a csizmát. És akkor ez biztos, hogy elbírta annak idején. Így csináltuk körbe. Körbe, 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 és akkor... Hát, ezek voltak a munkák, ez volt a szép munka. Ennek a munkának volt látszatja. Hogy ezt igen, ezt szépen, szép szegeléssel látszik, hogyha milyen távolságra, meg hát a szóval, na. Meg ugye mi kézzel fazonoztuk ki ezeket is. Hát itt a sok szélszám, ugye ez már sajnos sem, ez már csak ilyen emlék, vagy valami. Itt volt a díszítő anyagunk, a szélszámunk. Ezt úgy mondtuk, hogy nyitvas, ennek a bőrnek a szélét melegén megmelegítettük, és akkor viasszal bemelegítettük a viaszba. Itt volt a viasz, hát itt volt a szeszlámpám, az is, azt tudom, hogy hol van. Így ez még volt melegítve, és akkor így ezt belesütöttük a viaszt bele a sítósod a bőrben. Ez meg ilyen, megint volt ilyen díszítő rádni, mikor meg volt talpalva, akkor szépen így körbe díszítettük az anyagot, és akkor megadta a maga kis. Hát ez már csak ilyen, hogy ilyen is volt. El lehet mondani. Szép munka volt ez. Ez az, amikor ilyen csizmát megcsináltunk, és felvette a vendég, és megvette a csizmát, igen. Hát akkor ez volt a divat. Hogy mikor megdobogtatta a lábát. Ez így jó az. Ez volt a szép. Hát ugye nekem még így vannak a régi emlék a bőrgyárakról. A pécsi bőrgyár, meg a Simon tornyai, meg a budapesti, meg a debreceni, ez is budapesti finom mechanika, hát a finom bár ugye, ez még a Táncsics Budapest, ez is, hát onnan rendeltük valamikor a bőr. Ezek valódi bőrök, ezek még. Ezt meghagytam így magamnak ilyen nosztalgiának. Szomorú belegondolni, hogy nincs utánpótlás, így a valódi cipész szakma szolgáltatásai ma már csak egy egyre inkább szűkülő réteg igényeit elégíthetik ki. Hát ilyen fajta öreg susztér már szerintem nem is a környékén, nem is igen foglalkozik már. Hát én is fejelést utoljára azt hiszem 90-ben csináltam, egy sose fej Kabai bácsinak csináltam utoljára egy fejelést. Mert nincs rá igény. Még hát nem is autón tudnám megcsinálni, de hát ennyi. Úgyhogy ha itt abba hagyom, szerintem nem tudom, lesz-e utánpótlás vagy nem lesz. Sajnálom pedig, mert ez egy szép szakma volt valamikor. Még azért egy cipőbe járkálni évek hosszú soráig, egy jó cipőbe azért nem volt mindegy. Mert jó, most megveszik ez a sportcipőket, meg ez megy össze-vissza, tágul, puha, minden. Nem egy olyan tartása van, mint azonnak a régi cipőknek, hogy azok nem billettek össze-vissza. De hát most ezt kell csinálni, ez van.